A serdülő kosarasok részére kiírt jászkupát Jászberényben a Leel sportcsarnokban rendezték szeptember 25-én. Három csapat vett részt, ugye mi Jászberény, a Taksony és a Monor. Hasonló kaliberűek voltak, talán még egy kicsit magasságbeli fölényben is volt mind a két ellenfél. Körmérkőzéseket játszottunk. Kint jártunkkor a JKS-e játékosai a második meccsre várakoztak, amit majd meg is nyertek. Első meccsen a Monorral játszottunk, ott magabiztos játékkal majdnem 40 ponttal nyertünk, míg a második meccsen a Taksonyra játszottuk úgymond a döntőt. Szoros első fél idő után a második fél időben magabiztosan nyertünk olyan 30 pont különbséggel. A Trebaj János által vezetett serdülőcsapat tehát Jászkupa győztes lett. Ez a torna az nagyon jó előfelmérő volt, ugyanis az idei serdülőkorosztályt, ugye a 2008-2009-es születésű játékosok alkotják, és 2009-eseknek ez volt az első úgymond éles bevetésük serdülőkorosztályban, úgyhogy arra mindenképpen jó volt ez a hétvége, hogy felmérjem a csapatot, hogy hol tartunk. Mit vársz a fiúktól, milyen helyezést? Középmezőnyben lőném be magunk első sorban. Az országos serdülő bajnokság október közepén indul.